Szólítom a piros sarokban. Kis Fatima Debrecen! És tisztelt hölgyeim és uraim! Szólítom a kék sarokban! Hámori utca Fitbox közöttű! Tehát 60 kg-ban junior kategóriában a piros sarokban kis Fatima, a kék sarokban pedig Hámori utca. Itt is el kell mondani, hogy Luca az aktuális magyar bajnok, ugye másodéves junior. Volt már Európa-bajnokságon ezüstér, mert sajnos idei Európa-bajnokságon nem tudott indulni, volt egy kézfejsérülése, és emiatt nem indítottuk az EB-n. Pedig favorit lett volna, én azt gondolom, hogy döntőt tudott volna boxolni, sőt, szerintem a nagyon nagy tehetségek közé tartozik ő is. És lássuk. Lesz-e most? Szerintem egy nagyon, nagyon technikás bunyót fog bemutatni, egy erőteljes dinamikus bunyója van, ezt legalábbis azt várom most is tőle. Illetve látszik, hogy jóval magasabb ő is, igen, mint ellenfele, így lehet valószínűleg ki fogja használni ezt az adottságot, hogy igen, hosszabb az ütés távolsága. Igen. És látjuk is, egyből igen, így vette igen, fel, így igen, van. Igen, láttuk igen, is, hogy egyből így vette fel a harcot. Nagyon erős ütései vannak. Szerintem ezek a balvolgókat nagyon meg tudja húzni, jobb egyenes. Igen. Megtalálja is a megfelelő távolságot is onnantól. Igen, ez gyönyörű ütés volt. De ugye látjuk, hogy határozottabban jól kihasználva az adottságait jött ki az első negyedre. Igen. Ugye már az első negyed felén is tartunk, és már ugye rá kellett számolni ellenfélre. Hát ez várható volt, ugye ő is korcsoportjának, igen, egy kiemelkedő versenyzője. És a debreceni edző úgy döntött, hogy megvédi. Igen. Logikus döntés Boxol, volt. Teljesen logikus döntés volt. Hát így nagyon hamar véget ért ez a mérkőzés, és ugye 60 kg-ban junior bajnok lett Hámori Luca. Ő ugye már jövő évben ifjú versenyző lesz. Jövő évben lesz egy európai kvalifikációs verseny, ugye az ifjúsági olimpiára. Én nagyon számítunk rá, hogy esetleg ő majd az olimpiára, az ifjú olimpiára. Itt bükör a kék saromba, Hámori Luca, Fitbox Kőszegbű!